Sziasztok, üdvözletem minden békésről, ez egy rögtönzött vlog videó lesz. Mert épp mentünk szavazni, amikor megláttam ezt itt mögöttem, itt ezen az udvaron. Én azt mondom, hogy külön visszajöttem. Tétek csak meg ezt az ikaruszt. Nem tudom, mióta egyébként itt a békési szoszotthonnál vagyunk. A Farkas Zsulánál, de hogy mióta áll itt, azt nem tudom, de valószínűleg ez már nem üzemképes. De hát ezt nézzétek. Mi is úgy vigyázunk majd rátok, ahogy ezt most tőletek látjuk. Felirat. Nézzétek meg ezeket a vizásokat. Szépen megrajzok mindent. Ez biztos, hogy egy külön járató busz volt, meg szerintem valamikor a Körösvalán vagy Dakkos volt. Éppen az a csomagtartó, minden, mert csak közben fényképezek is. Egyébként ez valószínűleg magánterület, viszont nyitva van a kapu. Be lehet jönni. Nézzétek meg, tehát 685, mert biztos, hogy Körösvalános volt. Egy jó kis dupla lámpás ikarusz, de itt nincs rajta már rendszám se. És itt van, és itt van még valami. Hát valószínűleg ő volt a tulajdonos. Nincs nyitva, bemenni nem lehet, mert nem is akarok, már sem biztos, hogy azt megengednék, de van egy egészségügyi gyermek otthon Békés Csaba tábla benne. Hát jó, ez csak egy ilyen gyors bejelentkezés volt innen. Mondhatni, hogy már ezért megérte eljönni szavazni, hogy ezt lássam. De erről nem tudtam, hogy ez itt van, meg szerintem senki nem tudott róla. De már ezért érdemes volt idejönni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!